Mint az elmúlt két évben most is a roma származású zombai születésű híresség Boros Jolán népdalénekes, operaénekes emlékművénél kezdődött a zombai romanap. Az operett, illetve az opera világában is maradandót alkotó, a Kossuth Rádióban annó gyakorta éneklő Boros Jolán 83 évesen éppen 20 éve hunyt el. Mint azt az énekes élettörténetét kutató Témer Istvántól megtudtuk, az elmúlt évszázad leghíresebb zombai származású emberéről van szó, akinek az édesapja Boros Jenő a leghíresebb cigányprímások egyike volt akkoriban, aki zombaiként zombaiakkal exkluzív helyeken muzsikálhatott zenekarával, és egy ilyen alkalommal fedezték fel az akkor még kicsi lányát, Jolánkát. Ott figyelt fel rá valami olyan szakember, aki ezt meg tudta ítélni, hogy egy nagy tehetségű hangú valaki, és akkor az ő támogatásával megpályáztak egy pályázatot, és a Zeneművészeti Főiskola opera tanszakán oda került, akkor állami ösztöndíjjal, és ott szerzett opera énekes női diplomát a Zeneművészeti Főiskolán, és utána a végzése után a Szegedi Nemzeti Színház opera társulatánál ott operákba énekelt 1945-ig a háború időszakáig. És a háború idő után akkor került vissza Budapestre, és akkor kezdett magyar nótákat és népdalokat énekelni, és akkor a rádióba rendszeresen hallhattuk a hangját, sőt járta a világot, terjesztette a magyar nótát és a magyar népdalt, és akkor így vált ő, mondhatnám, szinte világhírűvé. A múlt században zombán önálló híresebb ember nem volt. Boros Jolán által énekelt népdalokkal indult a zombai roma napra szervezett gazdag folklor műsor. A szomszédos harcol érkező Bíró Jolán énekelt, és Orsós György kísérte őt tamburán. Joli, hát ő valami aranyérmes énekesnő, és nagyon sok dalt már megtanult a Boros Jolán dalaiból, úgyhogy ezt mindig a roma napon is, illetve mikor fotókiállítás átadás van nálunk novemberben, akkor is a Boros Jolánra építjük, tehát Boros Jolán emlékestet szervezünk. Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy ugye Budapestre felutazunk, ott összegyűjtöttük az énekesnő, művésznő relikviáit, és azokat állítjuk ki. Most november, 19 vagy 20-án lesz ennek a kiállításnak a megnyitója, új fotókat tudtunk hozni a Boros Jolán leszármazottaitól. Aztán színpadra léptek a meghívott folklor együttesek. Deci Romanokami Petáns csoport, aztán a Pári Aranyeső Tánc csoport, a Tamási Sukári Petáns csoport, a Bátai Vadvirág Tánc csoport és a Bátai Tambura Zenekar, illetve a Zombai Virágszálak Roma Klub mutatja be a műsorát. Mondhatni, megyei szinten is a legkiválóbbak léptek színpadra. A zombai roma hagyományőrző tánccsoport elsőként a tőlük megszokott szatmári cigány táncokat mutatta be, majd ízelítőt kaphattunk a felső marosmenti cigány táncokból, amit az idén erdélyi látogatásuk során tanultak meg. Nagy
nagy sikere volt a Decsi, majd a Tamási tánccsoportnak. Az utóbbiban is sok új, fiatal arc táncolt, bizonyítva azt, hogy a generációváltás rendben van náluk, nem csak érdeklődnek, hanem jönnek is a próbákra a fiatalok, és fejlődnek hétről hétre, évről éve. Ez a megállapítás Zombára is igaz. Fennmarad a tánccsoport, igen, mindig azon vagyunk, hogy fenntartsuk. Most igaz, kevesebb létszámmal működünk, de feltöltöttük. Tehát majd meglátják a kedves nézők, hogy mennyire ügyesek. Van, aki azért oktatja, átadja, tehát az azért nem tűnik el, nem hal ki. Így van. Boros Ferenc tanítja az én párom a fiúkat, és Szancsi Klaudia pedig a lányokat, az én lányom. Úgyhogy itt van az autentikusság az erekbe. A Roma Napi Folklor műsor végére már elkészült a népcsoport gasztronómiájából kiválasztott közkedvelt ételekből több is, jöhetett a vacsora. Egy nagyon finom, csípős, lecsós tyúkpörköltet készítettünk tésztával, és egy sertéspörköltet krumplival, illetve megjelenik a hagyományos cigánykalács, és hát punyát nem tudtunk sütni ekkora mennyiségben, de kenyér, illetve minden más egyéb pogácsa várja a kedves vendégeket, ingyenes minden. A Szolnok megyei fegyvernekről érkező roma kisebbségi önkormányzati vezető gratulált a zombaiaknak, mert sajnálatának adott hangot, hogy ők még nem tudnak egy ilyen rendezvényt megszervezni, noha náluk is több a táncos zenei tehetség. Talán most majd lesz változás, tekintettel arra, hogy zombai segédlettel szeptember elején náluk is létrejöhet egy ilyen rendezvény. Ennek a példájára ezt másoljuk le mi is, mert náluk még soha nem volt ilyen. És szeretnénk mi is ezt megmutatni, ott Szolnok megyében fegyvereken, hogy ilyen is van, még nem, ott soha nem volt romana. De ennek a példájával és Szancsik Máriának a segítségével ott is létre fog jönni, szeptember 2-án. Szeretném még azt mondani a tolerancia napra, hogy toleráljuk egymást, ne csak ma, hanem az év 365 napján is. Fogadjuk el a másikat. Fogadjuk el mások az értékrendjét. És fogadják el a mi értékrendjünket is. Nem tudom, hogy a